8 hónap fogház, testületi ülés, élettársak is igényelhetnek családtámogatást, Karcagváros jegyzőjének a tájékoztatója. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. január 21-én 18 óra 5 perckor. A karcagi járásbíróság két rendbeli lopás vétsége miatt 8 hónap fogházra ítélte és egy évre eltiltotta a közügyektől azt a javítóintézetből megszökött fiatalembert, aki tavaly januárban az egyik kunhegyesi ház udvaráról félmázsa takarmánykukoricát, februárban pedig a kunhegyesi autóbuszállomás kerékpártárolójából egy leláncolt kerékpárt lopott. Mindkét eset a 7000 lakosú Jászlón-Kunszolnok megyei városban, Kunhegyesen történt. A fiatalember, akivel szemben korábban lopás vétsége és önbíráskodás büntette miatt is javítóintézeti nevelést szabta ki, megszökött a javítóintézetből. Előbb 2019. január 6-án fényes nappal a kerítésen át bemászott egy kunhegyesi ház udvarába, és az ott álló épület gangjáról ellopott, majd eladott 50 kg szemes takarmánykukoricát, amivel 2500 forint kárt okozott, a mai napig nem térült meg. Egy hónappal később, február 5-én pedig szintén fényes nappal a kunhegyesi autóbuszállomás kerékpártárolójához vezetett az útja, ahol kézi erővel szétfeszítette az egyik leláncolt kerékpáron lévő lakatot, majd a biciklit magával vitte és eladta, amivel újabb 44 000 forint kárt okozott. A kerékpárt utóbb a gyanútlan vevőtől lefoglalták, és az eredeti tulajdonosának visszaadták, így az okozott kár megtérült. Az ügyben 2019. május 8-án emelt vádat a karcagi járási ügyészség. A karcagi járásbíróság pedig 2020. január 9-én előkészítő ülést tartott, melyben a vádlott beismerte a bűncselekmény elkövetését, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, ezért a bíróság ítéletet hozott. A bíróság kettő rendbeli lopás vétségben mondta ki bűnösnek a fiatalembert, aki tettéért 8 hónap fogházra ítélt, egy évre eltiltotta a közügyektől, és 5500 forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el vele szemben. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész súlyosbításért, a vádlott és védője pedig enyhítésért fellebbezett. Így az ügy másodfokon a szolnoki törvényszéken folytatódik. Megtartotta soros ülését Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete. A tanácskozáson díjazottak köszöntésére is sor került. A napirendek megtárgyalása előtt pótnapirendi pont felvételére került sor, majd Rózsa Sándor jegyző ismertette az elmúlt időszak fontosabb eseményeit. Ezután Dobos László polgármester köszöntötte Pintérné Kis Máriát, a karcagi oroszlán gyógyszertár nyugalmazott gyógyszertári szakasszisztensét, akit a Magyar Gyógyszerészeti Kamara a szakma iránti elhivatottságért és empatikus magatartásáért kiváló gyógyszertári asszisztensi díjban részesítette. A továbbiakban köszöntötték Bosnyák Imrét, akit az Agrárminisztérium támogatásával meghirdetett, Így kezdtem én címmel megrendezett kisállattenyésztés népszerűsítő pályázaton szenior kategóriában harmadik helyezést ért el. Elismerő oklevélben részesült. Köszöntötték Csontos György asztalos mestert, aki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a térség gazdasági fejlődésében betöltött kimagasló szakmai tevékenységéért, valamint a tanulók képzésében és nevelésében betöltött példamutató szerepéért bronzkoszorús mesterré nyilvánított. Egyhangulag elfogadták a testület 2020 évi átmeneti gazdalkodásáról szóló rendelettervezetre tett javaslatot. 7 igen, 2 nem és egy tartózkodás mellett elfogadta a testület a Karcagvárosi Önkormányzat 2019 évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot. Karcagi Nagy Zoltán a Pénzügyi Fejlesztés és Mezőgazdasági Bizottság elnöke elmondta, a bizottság megtárgyalta, elfogadta a javaslatot, megszavazta a testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet módosítására tett javaslatot. Ez a képviselőtestület, én úgy emlékszem, hogy tavaly nem nagyon nyúltunk ehhez, de most mindenképpen szükséges, hiszen az érkeztetők egy olyan problémával fordultak hozzánk, amit orvosolni kellett, és itt bizony komolyabb emelésre teszek javaslatot. Ennek megfelelően a nyersanyag normalizó 7%-os emelését, valamint a rezsiköltség mértékének 5%-os emelését tartalmazza ez az anyag.
ez ahhoz kell, hogy tudják működtetni és üzemeltetni, ellátni ezt a feladatukat. Kitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van-e? Bizottság támogatta. Ezt meg kell lépni, nagyon fontos dolog, hiszen itt legkülönböző korosztályokat étkeztetjük. Nyilvánvalóan a különböző áremelkedések okán, egyéb más problémák okán ezt nem tudjuk elkerülni. Javaslom az elfogadását, szavazzunk igen, nem tartózkodás nélkül egyhangúra. Elfogadásra került, köszönöm szépen. Elfogadta a testület az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatát, továbbá döntöttek a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 2020 évi munkatervére tett javaslatról. A képviselőtestület egy laza, de nagyon kemény és alapos vázat látunk itt, nyilvánvalóan ez csak bővülni fog. A napjelenti pontok száma, bár vannak olyan hónapok, hogy a májusra gondolok, hogy már most is elég lenne az, ami oda le van írva, de ez csak bővülni fog nagy valószínűség szerint. Ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele, véleménye van-e bárkinek is? Ha ilyet informában el tudjuk fogadni ezt a munkatervet, akkor jelezzük, igen, nem. Egyhangulak támogattuk. Köszönöm szépen. Egyhangulak elfogadták a Karcagvárosi Önkormányzatra vonatkozó 2020 évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására tett javaslatot. Döntött a testület a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára tett javaslatról. A képviselők döntöttek a 2020 évi bankszámlahitel szerződés megkötésére tett javaslatra. Karcagi Nagy Zoltán, a Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke elmondta, a bizottság elfogadta a javaslatot. Majd név szerint szavazásra került sor. Elfogadták a kisebbségekért Pro Minorate Alapítvány támogatására tett javaslatot. Egyhangulag megszavazták a Karcag Tilalmasi Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségi Társasággal kötendő, a társaság tulajdonában lévő kutak és vízhálózat bérletéről szóló megállapodásról szóló határozat módosítására tett javaslatot. Elfogadta a testület a bűnmegelőzési alapítvány alapító okiratának módosítására tett javaslatot is. Egyhangulag elfogadták a képviselők a Nagykun Hagyományőrző Társulás módosított társulási megállapodásának jóváhagyására tett javaslatot. Megszavazták a Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási tanácsába történő delegálásra tett javaslatot. Döntöttek a képviselők a Városi Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Fórumának létrehozására tett javaslatról. A képviselők döntöttek a szolnoki tenyőszigeti ingatlanok hasznosításáról szóló határozott módosításra tett javaslatra. Döntöttek a Karcag külterület úgynevezett 01126/1 helyrajzi számú út ingatlan Tőkés Sándorné részére történő haszonbérbe adásáról. Továbbá határozatmódosításokat fogadtak el. Egyhangulag elfogadták a Karcagvárosi Állatorvosi Ügyeletének megszervezésére tett javaslatot. Egyhangulag támogatták a képviselők a Karcagi Városháza volt rendőrségi épületszárnyának felújítására tett javaslatot. Összeghatárolóvalón tekintette név szerinti szavazásra került sor. Egyhangulag elfogadták az önkormányzati tulajdonú lakásokat és nem lakás céljára szolgáló helységeket érintő üzemeltetési szerződés létrehozására tett javaslatot. A képviselők döntöttek a Karcagi laktanyában található 5376/31 helyrajzi számú ingatlan Agrosprint ZRT részére történő értékesítésre tett javaslatra. Egyhangulag támogatták a Karcag Horváth Ferenc utca 7 szám alatti helyiség Karcag kincsen rendezvényszervező non-profit korlátor felelősségű társaság részére nem lakás céljára történő bérbeadásáról. Döntöttek a Karcag Dorzsa György út 2 szám alatti 43 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség Ökrös és Ökrös Kft. Részére történő bérbeadásáról szóló határozat módosításra tett javaslatra. Támogatták a Karcagvárosi Önkormányzat Belügyminisztérium által indított járási start munka mintaprogram tervének benyújtására érdekében kötendő megállapodásra tett javaslatot. Karcagi Nagy Zoltán, a Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke elmondta, a bizottság elfogadta a javaslatot. A továbbiakban zárt körben ülésezett a testület.
A napirendi pontok megtárgyalása előtt Andrássy András képviselő felszólalásában néhány lakossági észrevételt mondott el. Miszerint a Nyári és a Tőkés utca egyes részein közterületen lévő kövek, sziklák akadályozzák a közlekedő járművek forgalmát, melyek balesetveszélyesek. Dobos László polgármester válaszában elmondta, hogy a közterületfelügyelők segítségével felszólítják az érintett lakosokat az akadályok eltávolítására. Molnár Pál képviselő hozzászólt az útpatkák lezárásához, miszerint a Tőkés utcán meglévő köveket, sziklákat a Jobbik Magyarországért Mozgalom párt országgyűlési képviselőinek édesanyja helyezi el, melyeket valóban el kell távolítani. Andrássy András felszólalásában megemlítette, hogy a TRV befejezte munkáját, és használhatóak az érintett útszakaszok. Dobos László polgármester a TRV csatornahálózat cseréjének munkálatait illetően arról szólt, hogy a tervek szerint a városban a csatornahálózat cseréjének folytatása az elkövetkezendő időszak tervei között szerepel. Molnár Pál képviselő kérte a segítséget a közterületeken megnőtt fák és gajak meccését illetően. Dobos László polgármester a kérésnek helyt adott, és a megindulhat az érintett területeken az állapotfelmérés és a munka. A testület a munkaterv szerint a következő ülését 2020. január 30-án csütörtökön tartja. Élettársak is igényelhetnek állami családtámogatást, például családi otthonteremtési kedvezményt, csok. A különbség a háztartásokhoz képest az, hogy csak a meglévő gyermekek után vehetik igénybe. Ha pár időközben összeházasodik, akkor jogosultá válik arra, hogy a később születendő gyermek után is igénybe vegye a támogatást. Ugyancsak nyitott az élettársak számára a több gyermekes családoknak új autó vásárlásra nyújtott állami támogatás is. A házastársak és az élettársak által másképp igénybe vehető családtámogatásokról szólva, Toldi Judit elmondta a televíziónak, a családi pótlék esetében az élettársak másik tagjának gyermeke után is igénybe lehet venni a támogatást. De plusz kötelezettség, hogy hivatalosan igazolniuk kell az élettársi kapcsolat fennállását egy évre visszamenőleg. A munkabérből havonta igénybe vehető adókedvezménynél a gyerekek számára megfelelően érvényesíteni lehet az adójóváírást, de a jogszabály előírja, hogy a szükséges a bejegyzés az élettársi nyilatkozatok nyilvántartásába. És szintén egy év kell a támogatási igénybe vételéhez, tájékoztatták televíziónkat. Kedves nézőink! Utolsó híradásunkban Karcagváros jegyzőjének televíziónkhoz eljuttatott tájékoztatója következik. Tisztelt karcagi lakosok! A levegő védelméről szóló kormányrendelet 4. paragrafusa értelmében tilos a légszennyezettség és a levegő terhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való megterhelése. Mindezek ismeretében kérjük, hogy a téli fűtési szezonban a vegyes tüzelésű kazánokba csak olyan anyagot helyezzenek, amelyeknek a kéményen át távozó égés terméke a környező lakosság életvitelét nem zavarja. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!